saw the action unfolding here. Szervuszok, üdvözlök mindenkit! Hát nem Rotterdamban, hanem Budapestről, de az elődöntő helyszíne Rotterdam, ahol az H2K elődöntő, a bronzmérkőzés helyszíne pedig Rotterdam, ahol az H2K csapata fog a Fnatic-kel megküzdeni. És a szokásos LCS pontosan a Magyar LoL TV stábján kívül a mai napon vendéget is meghívtunk, aki nem más, mint Mumus, az orosz LCL ezüstérmese. Szia, Mumus! Üdvözlök! Na, sziasztok! Na, először is szerintem vesézzük ki, hogy te mióta is játszol, melyik ösvényen, és egyáltalán hogy jött neked, hogy LCL-ben játszani? Hát, én ugye szezon egy legvégén kezdtem el játszani. Ugye az, hogy ilyen profi szintre felküzdjem magam, az nagyjából 4 évbe került, és hogy az LCL-ben játszak, ez szimplán egy felkérés alapján jött létre. De hogy ilyen szólóba találkoztál emberekkel, azt mondták, hogy hú, legyen csapat, és akkor úgy, vagy látták, hogy magas divízióban vagy, és az alapján hívtak be, vagy egyáltalán hogy találtak meg téged, hogy hát, felkeressenek? Ugye tudták, hogy én már játszottam előtte spanyol ligába, ott elég jó eredményeket értem Milyen eredményeket? 4 LAN-on voltam összesen, 4-szer voltam kint Spanyolországra, kb. 12 napot összesen. Abból 2-szer első helyet értem el, 1-szer 3.-4. helyet és 1-szer 6. helyet. Az egyik első helyezett az a legnagyobb spanyol LAN volt, ahol megnyertem még az MVP díjat is, szóval... Ez gratulálunk természetesen, és igen. Akkor így, ez alapján, a LAN-ok alapján találtam? Igen, ez alapján, kapcsolat alapján, meg ugye látták SoloQ-ból, hogy elég jól játszok. És akkor te kint voltál, ugye tudjuk nagyon, hogy az LCL az egy offline verseny, tehát online verseny, nem kell pontosan ott lenni, leszámítva a végső stádiumát a bajnokságnak. Milyen érzés volt kint egy offline eseményen ilyen döntőt játszani? Igen, hát a döntő ugye egy 3500 fős ilyen stadionban volt megrendezve, ami nekem egy hatalmas helynek számít. És egy fantasztikus érzés volt újra kint lenni, élőbe játszani, hallani a közönséget, ahogy újonganak, ha egy-egy play-t csinálsz, igaz, nem csináltam play-t, de fantasztikus érzés, meg mindegy, hogy vesztettél, utána oda jönnek az emberek autogramot kérni, fotózni, és ez fantasztikus volt. Fú, egy olyan kérdésem, hogy ugye nagyon sokan játszatok online a League of Legends nevű játékkal, viszont kevesebben vagytok, akik úgy játszanak, hogy a csapattársak ott ülnek mellettetek, ott ülnek körülöttetek, mennyiben másabb, hogyha interneten keresztül csak például egy beszélgető programon, TeamSpeak-en keresztül beszélgettek, igen, vagy Skype-on, ahelyett, hogy egy szobába konkrétan ott ültök? Hát, vannak előnyei is, meg hátrányai is annak, ugye, hogy gaming house-ba játszunk például, mert ha ott vagyunk, akkor ha valami probléma van, valami baj van, azt egyből ki lehet elemezni, öten van táblátok, van mappetek hozzá, és minden problémát sokkal effektívebben meg tudtok oldani, tudtok javítani a hibáitokon, de viszont van egy negatív része is, hogy nagyon össze vagytok zárva 6-7-en. És hogyha van valami feszültség, akkor nem tudsz elvonulni nagyon külön helyre, hogy ezt a feszültséget hát kicsit levezesd, vagy relaxálj, és... Hát igen, ez az előnye, hátránya. De konfliktusoknak gondolom a legnagyobb része az onnan származhat, hogy különböző kultúrájú emberek találkoznak egymással, hiszen ti nem egy országból valósiak vagytok. Mennyire nehéz megérteni a másikat, és mennyire nehéz idomulni a másik életviteléhez? Hát igen, szóval 4 különböző országból, az Oroszország, Ukrajna, Magyarország, Svéd. És... Hát a kultúrával nem nagyon volt szerintem baj, mert mindannyian fiatalok vagyunk, szeretjük a LOL-t, meg trollkodunk egymással, szóval ennyi kb. Minden passzol. Csak annyi, hogy játékban valaki rossz egy nap után a scrimek, meg ilyenek. De ilyen, szokták mondani, hogy ez a kulturális sok, vagy cultural sok, hogyha átmész másik országba, de nálam nem nagyon volt, igaz szerintem, hogy nagyon más lenne az orosz kultúra magyarhoz képest. Akkor gyorsan hozzá tudtál igen. szokni az egészhez. Rendben, akkor térjünk is át szerintem a mai mérkőzésünkre, hiszen az H2K a Fnatic csapatával fog megküzdeni. Az H2K választotta minden egyes alkalommal a kék oldalt, míg a Fnatic pedig minden mérkőzést a vörös oldalról fog megkezdeni. Te melyik oldalt szereted jobban? Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes oldalaknak? A first pick a kék oldal? Igen. Én sokkal jobban szeretem. Hát a first pick alapvetően a kék oldal azért jó, mert
el tudsz vinni egyből az első körbe egy erős hőst, egy Echo-t például, vagy egy Maokai-t, valamit, ami nagyon erős, és nincs Nidalee-t, Kindred-et. Aki átjutott a tiltó listán is. Aki OP. Nagyon sokszor látható a tiltó listán. És a másik oldalnak meg az az erőssége, hogy tudsz egyet counterpickelni, az mondjuk egy mides tudsz counterpickelni egy középső esvényes hőst, ami megint csak jó, mert akkor az utolsó körig tartogathatod az egyik hősödet, és ők azt nem tudják. Ha már akkor a középső ösvényt megemlítetted, elég parás párharc ígérkezik Ryu és Febiven közt. Ryunak köztudott, hogy nagyon sok kommunikációs problémája volt korábban, aztán vízum problémái is, de most már úgy néz ki, hogy teljes mértékben beilleszkedett az H2K csapatába, és jól tud teljesíteni. Febiven pedig mondhatjuk azt, hogy a Fnaticnek a legrégebb óta bent maradt tagja, ő van a legrégebb óta a csapatnál húzamosabb ideig. Mennyire lehet különböző az orvadás stílusú Ryu, aki szeret inkább szólóba mozogni, és a csapatközpontú Febiven játéka mennyire lehet befolyásos? Hát szerintem ez a patch Febivennek jobban kedvez, mert ez a patch jelenleg... Bocsánat, csak egy kis közbeszélés, a 6.6-os változtatással játszanak a csapatok végig a rájátszás során, igen? Igen, szóval sokkal jobbak a mage-ek, a control mage-ek ebben a patchben szerintem, mint az assassin-ek. Szóval ez az egész patch nagyon a teamplay köré fokozódik, és nem feltétlenül az egyéni képességek köré szerintem, és ezért Febivennek jobb is ez a patch, de Ryu is ugyanúgy meg fogja állni a helyét szerintem. És akik ebbe beleszólhatnak, azok nem mások, mint a dzsungelesek, hiszen ők azok, akik nyomást tudnak helyezni egy-egy ösvényre, vagy akár az objektumokra. Itt Jankos és Spirit szerepe lesz ez, hogy megpróbálják segíteni a csapattársakat, akár a középső ösvényt. Spirit inkább tankra szeret építeni, és néha-néha egy-egy Graves is nála megfigyelhető. Jankos pedig egészen választékos stílusú. Lehet, hogy ez a nagyobb champion pool, amiben Jankos rendelkezik, felül tudja múlni Spiritet? Őszintén szólva szerintem mind Jankos, mind Spirit, szóval hatalmas junglerösek, nagyon jól játszanak a jungle-re, mindketten fenomenálisak. Szóval szerintem első és második helyezett, talán még Európában is. És így jelenleg a jungle pozícióba a meta hősök, azok ugye az AD carry-k, Kindred, Graves, meg Nidalee, ez a top 3. Alice is talán még oda beférkőzik, és ez ugye Jankosnak kedvez, vagy Spiritnek kedvez, mert ő szereti Graves, szereti Kindredet, de Jankosra is ugyanis ez elmondható. Szerintem nagyon hasonlít a playstyle-uk, és nem is nagyon tudom megmondani, hogy ki fog felülkerekedni, és szerintem ez is lesz az egyik legfőbb döntő faktora a meccseknek, hogy melyikük fog jobban teljesíteni. A Gragas, hogyha már itt tartunk a dzsungelni, inkább dzsungel vagy felsősvényre ajánlát, hiszen eleinte láttuk, hogy Gragas dzsungel volt a nagyon menő, mostanában pedig már el szokták hozni felsősvényre és a tankossága miatt. Igen, Gragas top az így visszajött a metába körülbelül 2 év után, azért mert hozható rá úgy ez a kombinált Iceborn Gauntlet, Sunfire Cape, és így kb. Minden hős lehet hozni topra tankosként. Ami még, szerintem jungle-ben még mindig jobb viszont Gragas. Ez a patch nem nagyon kedvez neki a jungle-be, de én még mindig oda találom jobbnak. Rendben, akkor már megpedzegettük egy kicsit a felső ösvényt, érdemes el is egy-két szót vesztegetni, hiszen az LCS egyetlen román játékosa, Odo Anne fog megküzdeni Gemsóval, aki Észak-Amerikában a Dignitas csapatából érkezett a Fnaticbe, és többet vártak Gemsótól, mint amit teljesíteni tudott. Odo Anne viszont stabilan jó teljesítményt tud nyújtani, azt kell mondjam. Odo Anne már régóta szerintem nagyon jól teljesít topon, az H2K-ben azelőtt is. Ne, sose volt a sztárjátékos sok, mert ő sose volt egy playmaker hős, de nagyon szolidan mindig jól teljesít náluk. Gamsunak pedig vannak jó játékai, és vannak rossz játékai egyaránt. Én szerintem Odo Anne fog itt viszont kikerekedni felül, mert ez az ő metája, ugye ő egy tanktoppos játékos alapból, aki tanktopposokkal szeret játszani, és velük nagyon jól játszik, nagyon jó Maokai-ja van például. Gamsu is jól játszik tanktopposokkal, de szerintem ez a tanktop Odo Anne-nak a szintere, ő itt jobban teljesít. Te ugye az EU Western, az a nyugati szerveren játszol, és volt már szerencséd játszani ezekkel a játékosokkal. Milyen tapasztalataid voltak ellenük?
Hát a legtöbb tapasztalatom Kamsu ellen az lane-be, laning phase-be nem játszik rosszul, de nem is játszik kitűnően, szóval nem egy Kabosart szinten játszik toppon. nem sokan. Nem sokan játszanak Kabosart szinten Európába, és szóval lehet látni hibákat a játékában, nem olyan sokat persze, meg nem is olyanokat, amiket nagyon ki lehet használni, meg nem is nagyon lehet elhúzni előtte, de lehet ellene lénen játszani Kamsu ellen. És Odoamniról van tapasztalat? Odoamniról nincs tapasztalatom, szóval ki van. Nincs, oké, rendben. Tehát Kamsu, akkor ha esetleg egy ösvénycsere történik a mérkőzésen, ami a Fnatic ellen egy nagyon jó stratégia, tudjuk, hogy ők nagyon rosszul reagálják le általában ezeket. Kamsu ebből lehet, hogy szerepet vállal, hogy gyengén kezeli le ezeket az ösvénycseréket a Fnatic csapata? Hát előfordulhat, nem tudom. Alapból Fnaticnek a lane swapjai, volt most rá ugye megint tudni, hogy nem olyan erős a lane swapjuk, és volt megint egy hetük, hogy ezt kijavítsák, remélhetőleg tettek ellene valamit, Daylor egy nagyon jó coach, remélem sikerült őket jobban felkészíteniük, de nem tudom, hogy fognak egy lane swapra reagálni, csak reménykedek. És akkor az ösvénycsere másik szereplője a felső ösvényeseken kívül az alsó ösvény párosa, amely hát szerintem kiélezett küzdelem lesz, keressük először is a támogatókat, akik Klai valamint Wender. Először egy érdekes kérdés, hogy Klai ugye nemrég csatlakozott be az LCS keretein belül, és elmondta, hogy neki nagyon furcsa volt, hogy otthon még csak szólóba játszogatott, egyszer csak hirtelen a Fnatic csapat tagja lett, el kellett mennie IEM Katowice-re, és például világbajnok ellenfelek ellen játszani. Nem tudom, te érezted, hogy milyen különbség az, hogy otthon játszani, és utána azonnal átmenni egy stadionba, és több ezer ember előtt játszani. Szerinted ő hogyan tudod reagálni, és ez a nyomás, hogy most már ez a bronzmérkőzés, de csak el kéne érni a harmadik helyet, mennyire befolyásolhatja a teljesítményét? Klabajnak azért volt elég ideje hozzászokni ehhez a sok nyomáshoz szerintem, mert volt még náluk egy 2 hónapot, ott volt egész IEM Katowice-n, ahol játszott vagy 20 játékot. Igaz, hogy még nagyon kezdő játékos, és a Katowice-n nekem úgy is látszott, hogy nem kezeli tökéletesen ezt a feszültséget, ami ráragadt, de szerintem azért volt ideje és hozzászokott már. Ilyenkor egy bronzmérkőzésnél, meg ezeken a nagyon-nagyon sokat számító meccseknél sokkal jobban rá megy a nyomás a játékosokra, és ez játékos függő, hogy ki kezeli jól, ki kezeli rosszul. Van, aki még 4-5 év után se kezeli olyan jól ezeket, lásd szó ez például, de igen, ez egyén függő. Nagyon. És akkor ellenfele, hát ha már a támogató pozíciót említjük, az Wender lesz, akinek viszont hosszú éves tapasztalatai vannak most már az H2K színeiben, és ő úgy érzem, hogy méltó ellenfele lehet Klein-nak. Igen, Wender és Forgiven kombinációja boton egy nem verhetetlen, de közel verhetetlen páros szerintem. Szóval Forgiven is olyan jól játsza a laning phase-t, Wender is egyaránt, hogy nehéz őket megverni szerintem. Nagyon jól összejátszanak, nagyon jó a szinergiük is, és mindkettő egy mechanikai vadállat konkrétan. És akkor még 2 szóra van időnk. A lövész pozíció Forgiven, Reckless, talán a 2 legjobb lövész Európában. Kinek adnád? Én Forgivennek adnám szerintem. Forgiven agresszívabb, Reckless szeret farmolni, passzívan, de szerintem Forgiven fogja elvinni. És akkor jön a legutálatosabb kérdés, amit minden elemzői asztal alany utál. Kinek adnád a mérkőzést és mennyire? Egy tipp. Szerintem most még azt mondom, hogy a Fnatic viszi el, de azért az első játék után hadd változtassam. De szerintem a Fnatic. És egy tipp, hogy állás mennyire? Legyen mondjuk 3-1. Egy 3-1, 4 mérkőzés, ezt várja Mumus tőlünk, aki itt lesz velünk az európai bronzmérkőzés teljes ideje alatt, és segít kielemezni nekünk a mérkőzéseket. Most viszont kapcsolunk át a kommentátor állásba, ahol a nagy öregek Pierce és Darcik vár benneteket.
Üdvözlöm minden kedves nézőt itt ezen a bizonyos bronz mérkőzésen, ami a harmadik helyért szól. Az arcunkat most még sajnos nem mer látni, mert már a bajnokválasztásba keveredtünk bele. Ugye éjstüki kék színekben, fünetik pedig piros színen fog végigjátszani a mai nap folyamán, és Reckless-en egy baromi szép hennákat lehetett észrevenni. Szia Darcy! Ó igen, ő megvan, hogy kinek fog drukkolni ezen az összecsapáson. Három tiltáson már túl is vagyunk egyébként. Febiven ellen például egy Z-tiltás érkezett, ugyanúgy, ahogy Klai ellen, aki hát azt hiszem Nono ki is emelte, hogy tapasztalati pont hiányban szenved Vendorral szemben. Egy Brown-mal nem rendelkezett ezen a mérkőzésen, Alistarral sem. Két darab tiltás a Rookie ellen, azaz hát a Fnatic legifjabb tagja ellen, illetve Nidalee és Lucian került tiltólistára a Fnatictól. Így is van, és ugye ez a bizonyos Lucian tiltás, ez szerintem Forgament annyira nem fogja megzavarni. A Corki tiltása nem fog megtörténni a Fnatic oldaláról, akkor mind Ryu, mind pedig Forgiven kezében baromi jól fog kinézni. Tehát én úgy gondolom, hogy Fnaticnek egy kötelező döntés lenne az, hogy a Corki ki kelljen tiltania majd. A legutolsó lehetőség kép, amire most már egy másodperc maradt. És Twisted Fate, benn marad a Corki, biztos, hogy elhoz az H2K. Itt a nyakamba a bököt. Nézd meg, figyelj! Vigyázz, mit kívánsz, tudod, voltak már a fogadásokkal problémáid. Ekko viszont átment. Ekko a tank felső ösvényesek királya jelen pillanatban, vagy legalábbis ez volt megfigyelhető egészen ideig. Ugye Popira már érkeztek gyengítések, ezért is hagyott alább az ő szeretete a felső ösvényesek között. Kindred pedig a dzsungelesek között egy nagyon erőteljes választás. Az H2K-nek pedig az utolsó pillanatban kell dönteni, legalábbis az alapján, hogy felső ösvényre vagy a dzsungelbe hozzá kell először az egyik erős választást, és a dzsungel mellett döntöttek, Jankos lehet az, aki ezzel a karakterrel snowballozhat. Így viszont átmegy Ekko, amit így Fnatic csapata szerezhet meg. Kérdés, hogy a Jungle-re válaszolnak-e valamilyen úton módon, hiszen Nidalee tiltólistán van, Gragas viszont például elérhető. Viszont a Corki választás nem történt meg a Fnatic oldaláról, viszont ugye a Trundle a támogató játékos szereplő tökéletesen működik Klai kezében a Reckless mellett, ugye, de ahogy kiemelt az elemző asztalon is, azért Reckless inkább a farmnak szenteli életét, ezzel Trundle mindenképpen lehet jobban támogatni, de majd a középső játék fázisban a támogatással küzdelmednek, ugye a folyamatos lassítással Trundle-nek egy jó szerepkörre lehet majd. Jankos és Ryu igazából most a kérdőjel, hogy mit fognak elhozni. Még mindig szabad a Corki, akár Maokai is hozható a felső ösvényre, ugye Ekkóval szemben, ők nem egymás megölésért fognak majd küzdeni, hanem a csapatküzdelemben kialakított hadszíntereknek a kellemesebb, komfortosabb beérkezését biztosítani valamelyik lövésznek, vagy pedig a közéső ösvényes játékosnak. Nagy a fejtő. És még az is fog maradni. Úgy viszont, hogy megvan a Trundle támogató karakter a Fnatic oldalán, én úgy gondolom, hogy bármilyen felső ösvényest hozzá az H2K, nem vagyok benne biztos, hogy a... Ez egy Maokai. Például Maokai, ez tökéletes lehet erre a célra, hiszen ő a végső képességével tovább tankosítja mind magát, mind meg a csapattársait, tehát tőle, ha el is lopod a tankosságot, attól függetlenül van olyan része az ő tankosságának, ami fixen meg fog maradni, talán rá így a sejemövet nem feltétlenül szükséges megvásárolni, bár tény és való, hogy addig harcot kezdeményezni még Klein-nak pörög a végső képessége, egyértelműen azt jelenteti, hogy odaám ne sebezhető. Nem szabad viszont azt sem elfelejteni, hogy Maokai remek választás Ekkóval szemben. Reckless ezrélezni fog. Ugye az átalakítás, a Munamana, illetve a Maramuna átalakítása óta kicsikét alább hagyott ennek a karakternek a szeretete. Dzsungeles Graves lesz a Fnatic oldalán. Ergo megint ugye a tankosabb és mégis sebzés hordozó dzsungelesnek leszünk majd a szemtanú, hogy mind a két oldalon. És a Spirit Jankos párral megint csak így nem fog tudni eldőlni, melyikük ugye ügyesebb, de nem véletlenül vannak itt. Viszont egyértelmű az, hogy a Graves választás, ne felejtsd el, hogy mindig egy sunyi, de mégiscsak sebzés hordozó is. Nem veszed észre, de akár egy csapat teljes sebzését fölül tudja múlni az a bizonyos Graves, még ha a jungle-ben szerepel akkor is. Most Reckless ezré választására lehet jó válasz, akár a Jhin is, de mellé kell egy baromi jó támogató játékos, és ugye Thresh az, aki inkább agresszív, nem pedig defenzív, tehát védeni Vendort kevésbé tudja, viszont a támadásban elősegíteni csapatát annál inkább. Nem biztos, hogy a Jhin választás a legjobb. Kivéve ha középső is milyen Jhin. Hát igen. Hiszen ugye Ezreal-nek így már oké. Okay. Szóval Ezreal-nek alapvető feltétele az, hogy te megvásárolod rá a Cassie-t, ami plusz tankosságot ad, Jhin pedig inkább Burst-től, tehát ezért nem gondolom, hogy jó választás lett volna alapvetően ez a felvetése az H2K-nek. Ez pedig lehet még középső ösvényes Ezreal is. Mindjárt visszatérünk rá. Amit egyelőre tudunk, az az, hogy megkapta Ryze-ot Ryu a középső ösvényre. Már a nevek összecsengéséből is lehet tudni, hogy itt valami nagyon keményet le tud majd aratni ezzel a karakterrel. Illetve Forgivennek a Kalisztája. Mondtuk, hogy mennyire farmorientált tud lenni Forgiven is, illetve Reckless is. Viszont Kalisztával van lehetőség a játék korai szakaszában is az agresszivitást kimutatni. Recklessnek viszont Ezreal talán egy kicsikét kevésbé lesz erre módja. Ha azért érkezik, akkor azért a Nine-zel szemben nem lesz egy túl kellemes
percei. Tény is való, hogy a homokkatonákat tisztes távolságban lehet úgymond folyamatosan sebezni majd Rice, de ha konkrét közelharcra kerül a sor, akkor Azirot egyértelműen alul fog maradni majd. Viszont a LeBlanc választás, hát... Felbővennek egy ikonikus választása. Mondjuk legalább nem Ryu hozza el, aki azért többek között sajnos emiatt is bukták el a meccsre döntőbe kerülés lehetőségénél, és Azir fog maradni majd, ami középsősének fog érkezni, Graves Jungle és Echo felső ösvény. A Fnaticnél. Ja, a legnagyobb különbség az, hogy Ryze megengedheti magának, sőt, mondhatjuk, hogy szinte biztos, hogy teleportot fog hozni. Az H2K-nél már most megfigyelhető a kettős teleport. Még ezzel szemben Azirnak az erőssége az az, hogy ugye amint megvásárolod neki nosor fogát, feltolod az ösvényt, aztán elbóklázhatsz felső-alsó ösvényre egyaránt, de teleport nélkül. Tehát neki a megtisztulást nem mondom, hogy kötelező elhoznia, hiszen Ryze így is, hogy is helyhez fogja kötni, mert ő a Ryze, de attól függetlenül mégis a megtisztulást figyelhetjük meg egyelőre felvenni, a kérdés, hogy marad-e ez. Hát, jó kérdés, ugye maga az Azir választás egy papír karakter egyértelműen. Kérdés, hogy pontosan milyen tár érkezik majd a nasor foga után, de a papírságának köszönhetően egyértelműen kell a megtisztulás, egy jó döntés az, és közben Buddy Locknak, illetve Just Mary May-nek szeretné megköszönni a negyedik havi feliratkozásukat. Mind a kettőnek köszönjük szépen, hogy itt vagytok és támogattok minket, és végre láttok is minket, és szóismétlés. De jó? Igen. Minket. Mármint nem a szóismétlés, csak hogy minket. Hát azt mondta az operatőrünk, hogy nem. Ó, köszönjük. Az operatőrünk. Szóval, engedjük el, térjünk vissza a mérkőzésre, ami pillanatokon belül kezdetét is veszi. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egy BO5-ös összecsapás, ahol mind az öt mérkőzésen, ha lesz egyáltalán öt mérkőzésünk, az H2K játszhat kék színekben, tehát folyamatosan náluk lesz az első választásnak. A Fnatic van rá kényszerítve valamelyest a reakcióra. Ezen az első mérkőzésen így, hogy már látjuk a kompozíciókat, és nem vakon kell megmondanunk, hogy vajon ki is lehet az, aki győzelmeskedni fog. A Mauka és a Kindred választás is rendkívül erős, ugyanúgy, ahogy láttuk már a Ryze is középső is milyen tud alkotni. Viszont Azirral mondjuk, hogy egy kevesebb jó mérkőzést látunk mostanában. És akkor ebben a pillanatban elkezdődik a mai nap első mérkőzése, ahol végig ezt a fajta kirohanást fogjuk látni, hogy az H2K kék, még a Fnatic piros színeben fog játszani. Ugye inváziónak szemtanúi valószínűleg egyik csapat sem fog nekünk ugye lehetőséget adni, viszont Spirit azért megeszi a sebzés ilyenkosztán, egyértelműen egy hazatérés sem valószínűtlen így tőle. De ettől függetlenül ugye az alsó esélyen látjuk már most Kalisztát, itt nem biztos, hogy az H2K akar majd úgymond ösvénycserét alkalmazni, pedig a Fnaticnek, hogy ki is emelték, az elemző aztán egyik érvágása, hogyha ezt kell valahogy feldolgozniuk, viszont visszább lép a Fnatic. Hiszen Spiritnek haza is kell térni, a Junkos viszont köszönhet annak, hogy életet tudott lopni ellenfelétől, ő hát akár még maradhat is. Közben Zafir Krista az első tárgya Ryunak, ebből ugye hamarabb tudja majd kiépíteni, sőt hamarabb tud majd hazatérni és befejezni az istenő könycsepjét, és azért a három süti sem elfeledendő, ha a katonák tépnek, van rá válasza a Ryunak. Amit pedig még ki szerettem volna emelni, az az, hogy mind Adamne, mind pedig Gemsu, ami talán érdekesebb lehet, Doran gyűrűjével kezdik meg pályafutásukat, ami azért a tank Echo esetében mondjuk úgy ritkább. Ritkább bizony, és Forgivenék most jönnek fel a felső ösvényre, és az alsó ösvény már még lent várja Gemzun, tehát a Fnatic most tudott jól reagálni az ösvény cserére, hogy a Reckless és Clive páros a szintén a felső ösvény felé halad. Jó az őrszem ott, és Spirit látható, hogy mit csinál a jungle-ben. Ugye sikerült Venderinek végig szaradni a Fnatic alsó ösvény jungle-ében, így mindent látnak, hogy merre fog rohangálni a következő percben Spirit, és Clive Reckless pedig most érkezik el, kicsikét lassan jön Vendor, de legalább nem megy bóklászni. Igazából ezért is mondhatjuk azt, hogy még mindig az egyik top dzsungeles az Graves lehet, hiszen neki nem kell egész egyszerűen semmiféle segítség a dzsungelben. Láthatod, hogy még így is gyorsabban tud valamelyest haladni, mint Kindred, aki viszont megkapja önszemértékű segítséget, vagy megkapta Odámnétól a kezdeti szakaszban, hogy megindulhasson, közben Reckless szakítja meg Vendor egészen ideig, sőt, még mindig nem adja abba. Nem, hát, és mindenközben teljesen nyugodtan farmol Forgi, jó a nyúzás Clyra, de Vendor mindig nincsen teljesen felszabadítva. Az őrszemen halad át, és fél életerőt bukott el, de neki azért van még két sütije azon kívül, amelyet elhasznált, szóval igazából van miből áldozni a életerőt, és mindenközben Forgi már kettes szintű, még Cly és Reckless csak egyes, ergo a következő cserét lehetne jobban kivitelezni, de ebben a pillanatban lett meg Reckless kettes, így valószínűleg már neki lesz térugrása, amivel ki lehet térni egy trash CC ellen. Febiben pedig ugye a homokotonak köszönhetően teljesen nyugodtan a világ végéről farmol, ez várható is volt, a Ryu próbál lépést tartani egyértelműen. Mondhatjuk azt, hogy forma-forma kulcsmesterségeket láthatunk, egyet leszámítva talán, ami ugye Ryze-nál volt megfigyelhető Ryu esetében, ugyanis a viharos lendületet hozta el, aminek köszönhetően, amint lerobbantja az életerejét valakinek, plusz mozgási sebesség és
lassítás elleni védelmet fog majd élvezni. Ez egy Ryze-ra kifizetődő választás lehet, miközben Spirit jó iramban halad a dzsungelben, így a pirosát azt nem veszélyezteti Jankos, még ha érkezik is. Ez így is van, és ugye a Krugot hozza el Spirit, jön Jankos közben, és a Krugra pontosan jókor érkezik. Van sújtása Jankosnak nem sokára, hamarabb, mint Spiritnek. Ezt el lehet lopni, így is van, és Spirit is szomorúan távozik a saját jungle-éből. Tehát Jankos már agresszívabb, viszont a farm különbség az észlelhető, hogy 4 minionnal végig is valahol lassabb Jankos, de azért mégiscsak ő köpött bele, úgymond Spirit levesébe, és mindeközben Skullkill 92-nek szeretném megköszönni a 7. havi feliratkozását. Üdv a csapatban! Újra. Olá, pontosan, így, 7-1-ére is. 4. percnél járunk a mérkőzésen, de a teleportját Ryu már el is használta. Pontosan azért, amit mondtunk. Hazament, megvásárolta a könycseppet, gyűlhetnek rajta a jelzők, így valószínűleg a 20. perc környékére be is fejezheti a Seraph ölelését. Illetve azért a teleport elhasználása a játék ilyen korai szakaszában még talán nem érinti érzékenyen a csapat kompozíciót, illetve bármi egyebet. Vendőrnél pedig ugye ősök ereje van, amit már megszokhattunk a Thundle támogató játékosok esetében, Klein-nál viszont a halhatatlanok szorítása. Pont fordítva szerintem, de a lényeg, hogy 4,5 percnél azt kell mondani, hogy a farmok jelen pillanatban hát közel hasonlóak lehetnének, de ahol elszalad a Fibiben, az pedig bedolgozza a másik oldalon a Forgiben, és a felső ösvényes játékosok között nincsen ugye különbség. Érdekes ugye ez a meta, mert leginkább a felső ösvények az első 4-5 percben kényszerítve vannak arra, hogy valahol kövessék a jungle-esüket és elszenvedjék a tornyuk bukását, majd csak utána kezdenek el farmolgatni, viszont most így a közös ösvénycserének köszönhetően csak végül is ugye a sárkány feletti kontroll bukott mind a két csapat által, Reckless pedig megkapja a sebzés Forgiven-től. Ugye Forgiven Kalista választásról akartam egy kicsit kitérni, nem annyira szokott Forgiven Kalistával játszani, de hogyha az agresszivitását nézzük Forgivennek, ez neki egy baromi jó karakter lesz. Illetve például most is kitépte Klein-nak a szívét. Meg a lelkét is félig. Azt is. Viszont amire még nem tértünk ki, Vendőrnél ugye égetés van, ennek köszönhetően a sebzés előny egyértelműen az éjstuk, egy alsó ösvény párosanál van meg, felső ösvényen. Ezzel szemben Klein-nál viszont kifárasztás, Jankos pedig a saját dzsungelében is őrszemekkel halad át. Ez azért is nagyon jó, mert így talán valamennyire ki lehet számítani, hogy mikor fog érkezni a Fnatic dzsungel részleteibe, mint ahogy ezt most például teszi is meg, és ki lehet következtetni a dzsungel útvonalát, amire pedig még ki szerettem volna térni, az az, hogy ugye azt mondtuk, hogy Ryu hazatért, persze kitértünk rá, viszont ezzel szemben Fabian is megcselekedte ugyanezt, és komolyan farm hátrányt miatt nem szenvedett el, pedig ő is még egy Doran gyűrűjét bevásárolt magának, Jankos pedig szint hátrányban szeretne érkezni a penge csőrökre, mondjuk úgy, hogy ez egy kevésbé sikeres próbálkozás. Erre nem igazán volt sok esélyesztény, és való is Jankos megint csak lejjebb esett, úgymond a különbségeket számítva a Spirittel szemben, hogy most már 11 millió hátránya van, ami többek között valahol sok is, és kinderül, nem ez a megszokott, ugye. De pontosan ezért hozta az Spirit a Graves, hogy lehessen rá válaszolni valamelyest Jankos hát, lövész zsengeresére valamelyes, ami eddig jól is halad. A kérdés, hogy az első rajtördésének a szemtoni mikor leszik majd. Az első esény mindenképpen egy jó támadható pozíció lehet majd az egyéni embernek köszönhetően, de ugye mivel nem volt külső torony döntése, így a tapasztalati pontokkal felruházkodtak szépen ugye Odaemni és Gemzu is, így mind a kettőjük nehezebben rajta üthető most már. És a két lövész, hogy a CC-vel nem rendelkezik, csak sebzéssel és valamelyest minimális lassítással, főleg a buffnak köszönhetően, ha van. A cseréket bebiztosítani szeretnék Gemzu, és ennek köszönhetően van rajta egy kis varázs ellenállás, és a Rubin kristályt is megvásárolta. A kérdésem igazából csak az volna, hogy mivel hogy eddig is nagyon magabiztosan nyerte a cseréket, nem érte volna meg neki, hogyha inkább egy... Húzás, majd pedig nyúzás, Klein-ra a kitépés is jó, a sebzés azért nem kevés, ami Forgiven-te már most kijön. Klein-nak át kell értékelni az életét, ugye még nem volt otthon egyik játékosom a felső ösvényen, és Forgiven magabiztos 10 milliónal most már vezet, ki lehet jelenteni, mert ugye maga minion hullám is meghalt a torony alatt, és Reckless-nek túl sok manája nincsen misztikus lövedék használatára, így lehet, hogy fog még további minionokat elbókni, míg Forgiven nyugodtan szíven rátolja az ösvényt. Fabian megkapja a runa börtönt, és kijebb kell csúsznia így majd, de egy ingyenes fél életerő csere a Ryze-tól. Hát igen. Egyetlen egy túltöltődés és végső képesség aktivás volt az, amit most láthattunk. Ez ennél csak és kizárólag rosszabb lesz, jobb már nem. Viszont azt is tudjuk, hogy a második tárgy ennek a Ryze-nak az nem más lesz, mint a korok pálcája, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy vajon Fabian erre fog-e reagálni valamivel. Jelen esetben például a mélységi jogarra gondoltam, ugyanis azzal lenne elegendő varázs ellenállása, hogy még akár egy Ryze-zel szemben is maradhassanak az épsősvényen. Láthattuk, hogy még nincsen erre szüksége, viszont a támadási sebessége már megvan annak az Azirnak. Így van, Ryu pedig nem vette észre, a társai lepingelték azt, hogy van ott egy minát, hogy őrszem, jó a doboz még, Iklaj ki is villan. Szintén jó, talál a Pierce még Forgiven-től.
Derek Lyra az sebzés nem elég. Most tényleg nem vettél rajta? Igen. Jó volt meg minden, csak eladtad egy kicsit. Jó, jó, oké. Rio megkapta a kéket, maradjunk annyiban. Ugye a százalány különbség a két csapat között tényleg eltörpül egyértelműen, viszont az idéző képessége a Klein-nak most már nincsen. Így egyetemben egy picikével lehelettel, de jobban áll az H2K. És a torony is dőlt. És úgy, hogy a másik toronynak talán még sebzés sem szenvedett el Reckless Clyde párosától. Így az alsó ösvény páros az H2K-nek lemert az alsó ösvényre nyugodt szívvel ugye azt a toronyt is bedönteni, míg meg kell küzdeni a Gemzónak úgy odaámni, vagy nem lesz a felső ösvényen külső tornya. Ryu pedig elhozza a farmot, és az jön Clyde Spirit. Villanása van Ryu-nak, jó még képesség, jégosztom is jön Spirit, sebzése szintén. Ryu pedig bajban lehet. Homokkatona, majd rész végső képesség, és így megharjuk. 1-0 a Fnaticnek. Mondjuk úgy, hogy villanáscsere is történt, de az az egyilkosság bőven kárpotolja a Fnatic csapatát is. Spiritnek egy kicsit talán megkérdezhető volt ezen kezdeményezése, de mivel rajta van a vörös szeder, hát erősítése a folyamatos lassítást is tudta érvényesíteni Ryze-zal szemben, aki a villanása után máshogy menekülni már nem igazán tudott. Ami viszont az érdekessége az H2K taktikájának ezen a mérkőzésen az az, hogy például az előbb megfigyelhető volt náluk 5 darab mindent látó őrszem, Thanatos ezt a meccset nagyon élvezni, ebből egyet ugye Odamnál is használt jelen pillanatban. Viszont a lényeg az az, hogy az H2K nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a rálátást biztosítsák, és hogy megpróbálják megtagadni ugyanezt a Fnatictól, ahogy ezt jelen pillanatban Vendor mutatja is számunkra. Remekül visszajátszás következik, ahol Ryu ellen az érkezést lehet megfigyelni, pont a túltöltődést és talán meg a végső képességét is Ryu elhasználta, így igazából a cserével semmi esélye nem volt belemenni. El szerette volna használni a végső képességét, hogy takarítsa a középső ösvényt, majd hazamehessen. Ez alatt pedig Febiben jókor tudott érkezni, és a dzsungeles segítséggel be lehetett fejezni az első gyilkosságot. Közben a cserebere már az alsó ösvényen is megy tovább, viszont a párhuzamos valóság az nem talál. Az nem talál, sajnos is így kezdem, aki csak szomorúan kell abba hagyni az agresszív játékát. Genkosz pedig megint Spirit Junglerében járkál, krúgot fog valószínűleg elhozni. Erre viszont Reckless még válaszolt, neki mana éppenséggel van. Reckless, Recklessnek lehetősége szintén, a Vendor pedig jön segíteni valahogy társát, Gemzó pedig megkapja pofon még Odamnétól, és elsújtja Jankosz, Recklessnek így nem sok beleszólása volt sújtás nélkül, egyértelműen Max talán a végzetes hullány mellett volna elég sebzés ahhoz, hogy a krúgot elhozhassa, Gemzó megint csak cserél, folyton csak cserél, 15 farm különbséggel vezet Odamnéval szemben. Pontosan, kísértett Kamzsát tudta befejezni mind a két felső ösvény, és így mondhatjuk, hogy mi vagy mind a ketten elég sok varázssebzéssel rendelkeznek. Egy kicsikét a cseréknek a hasznossága az visszább fog majd esni az elkövetkezendő pár percben. A leteszített király kardját hamarosan be tudja fejezni Forgiven, és köszönhetően annak a 30-as farmelőnek, amit ő egyedülálló módon ki tudott alakítani a lövésszel szemben, ugye Reckless-szel szemben. Igazából a tárgy előnye a szemmel látható, ezzel szemben a Mana Muna fog Recklessnél először elkészülni, így a sebzéshez biztosítva lesz nála, viszont a ragyogás hiánya, hát a lassú, viszont biztonságos cserékben vett fel némi kérdést. Így is van, Spirit pedig most, na, most Spirit is átízik, igazából itt ebben a bokorban, ahol most elhaladt Spirit, már kétszer is kiszedett minden látó őrszemet, szóval azzal mindenképpen, hogy degradálta már Ryu is Vendor rálátását a pályára, a gyilkosság is a Fnaticnél van, minimális aranyelőny is, pedig az H2K-nek van ugye tornya. Már elhozott tornya. Annak köszönhetően, hogy a kísértett Kamzsa után egy Zafir kristályt vásárolt meg Gamsu, tényleg el fog rajta készülni lassan a ragyogás, viszont azzal ellentétben, hogy eddig ugye Poppyval szemben például mindig megvásárolta a fekete pecsétet is, amit most például nem láthatunk rajta, a két Durant gyűrűje helyettesíti ezt, illetve a korai ragyogást is. Egy kicsikét más stílust képvisel most Gamsu, viszont egyelőre ez kifizetődő számára, láthatjuk, hogy ő tud vezetni egy nagyjából 10-es farma. A hírnökre pedig az H2K csapata fordul, nem is véletlen, így igazából a lélekfaló az, ami ebből sokat nyerhet Junkos esetében. Ezek a kis pici cserék azok, mondja, melyeket Odamné valamelyest a saját képességű visszatot tudja töltögetni, de mindeközben, amíg ugye Odamné ki van tovább a saját ösvényéről, addig ugye hírnököt hoz el a H2K csapata, legalább cserébe ennyit, és át is jönnek megint csak ugye Spiritnek a jungle-ébe, megint a krúgokat bünteti Jankosz valamelyest, jön a Fnatic válaszul, sőt őrszemtakarítás is van, Vendor Jankosz jöhet igazából még szemből, viszont ugye a Reckless rálátása kapásról ugye kicsit visszatántorította őket. Jankosz a közelben van, Spirit szintén a közelben van egyértelműen, szóval 3v3 alakulhat ki, egy jó pedig teleporttal vissza érkezik a középső ösvényre, be is vásárol az oltalmazóval egyértelműen, megint csak lép ugye a korokpálca felé Jankosz, megint csak póka még hátul, ahol csak lehet, folyamatos igazából a sebzése neki is, és ugye Spiritnek a végső képesség használata is ugye szintén jó lehet majd válaszol, de inkább a leburstelésre akarja ezt használni, ehhez pedig mi kellene társak. Clay még nem annyira tankos, hogy fel tudja az első érkező sebzéseket ugye fogni.
ezzel pedig ugye valahogy előrébb tolni a sebzés hordozóit, hogy kiléphessenek majd. A Thranduil tankosság kicsit később fog meg kialakulni valószínűleg. Ez ritka. Odamne első befejezett tárgya. Tehát az biztos volt, hogy kísértett kamzsát fog venni, hogy Ekkóval a cserékben jobban tudja majd helytállni, persze. Viszont, hogy egyből a szellemarcot megvásárolja, az egy kicsit visszafogja az ősvény teljesítményt, pontosabban az ősvény tolási képességét, hiszen azért a Bami parazsa az nagy segítség ebben számára, illetve majd a később kiépített naptűzköpeny is. Kihasználva a hírnök erősítését, a felső ösvény még mindig szeretne haladni és tornyot hozni az éstükké csapata, nem szabad elfelejteni, hogy még mindig ők vezetnek egy toron. Viszont Rákles végső képességének köszönhetően a takarítás megvalósul. Meg is, hogy a Speedrit közben elhozta a saját vörös Szeder hátját, ezért nem jött még a felső és ilyen védekezni. Gemzu megint csak cserél. Ahogy mondtad, a szellemarc után egyértelműen van lehetősége válaszolni Odamnek valahogy Gemzura, de még az ő időtörésével nem számolt, nem kalkulált. Végső képesség, vagy Maokának időtörése még van Gemzunak, ha kell. Kérdés, hogy mikor akar majd válaszolni, és még most sem. Tehát Gemzu Odamné pofoszkodik, viszont ők egyértelműen nem arra vannak kiképezve, hogy egymást megölhessék, viszonylag egyszerűen ezt jól körbefontan kell majd alkalmazniuk. Higany léptek miatt igazából még Ryuval szemben is van majd lehetősége megállni a helyét Gemzunak. A túltöltődés ott van már. Jön Ryu, jó, még a Runa börtön, van megtisztulása, még azért lak, ha kéne. De ez egyenlőre nem elég, Ryu pedig nem fog villanni ezért a febiben érjét. Viszont vissza kell mennie, és milyen nincsen az írnak? Teleportja. Ergo hiába tolta a nasor fogával rá az ösvényt, akár még a tornya is fél életerőt bukhat. Legalább. És a megtisztulás is a lehető legrosszabb pillanatban jött ki, szerintem Fabian egy kicsikét megijedt attól, hogy na most mi van, ha kapok még egy alaptámadást. Így elhasználta ezt a képességet, kvázi feleslegesen villanása pedig még mindig benne van, Ryu pedig visszalép, megint túltöltődik, aztán pofátlankodhat, mert Ryze erre képes. Így van, és a Spiritnek sincsen túl sok manája ugye most már, és túl sok választási lehetőség nincs arra, hogy Ryut hogy lehessen büntetni. Ami érdekesség az, hogy hiába van egy gyilkossága a Fönnentinnek, és még ugye a sárkány sem volt szedve, pedig ugye most már egyértelmű itt táncikál az éstuké is, még valahol mindig. Az a 300 arany az nem túlságosan egetrengető különbség, és ugye tény is fogja a torony előnynek köszönni az éstükre, van mivel válaszolnia, de már elhozták a hírnököt, most már a sárkányt is el fogják hozni, pedig minimális sanáltásos útjárák leszedésével van a Fönnentinnek, és mégsem lépnek ki erre rá, szóval az objektum kontrollja az éjstukének jelen pillanatban jobb, viszont Reckless szeretné végre a bedolgozandót bedolgozni, és a toronyállást egyenlíteni, de erre pedig megint csak válaszol az éjstuki az alsó ösvényen. Pontosan Reckless az egyetlen, aki ott van a felső ösvényen a tornyot elhozni, viszont erre pedig Odamne reagált már, tehát a második toronyjal gazdagodik az éjstuki, Fanatik pedig még mindig csak nullával rendelkezik. Mondjuk Lai, Spirit és Gemzu is jön, de négy ember fog összecsukni Odamnét majd, hogyha nem lép vissza idő korája. Na szóval igen, viszonylag hamar, ugye mindenáltó őrszám volt, Odamné pedig időben visszább lépett, így őt nem ölik meg négyen. De ezzel szemben hárman mindig tolják az alsó ösvényt az éjstuki játékosok, és ez már egy kettesszintű torony lett 17 percnél, ami viszonylag sokat ér. Kapásba megy mindenki haza, amennyire csak lehetett, a torony valószínűleg fog dőlni, és ez egyértelműen jobb csere volt így az éjstukének. Ez megint az a szituáció, hogy egy kicsikét lassan reagál a Fanatik csapata erre az ösvénycserés szituációra, ami már egy kicsikét a későbbi szakasza ennek, természetesen hiszen már oda-vissza cserélgetése is volt, és megtörtént, Vendor közben Klein szeretné elkapni. Kicsit lassan, viszont őrszem takarítása tökéletes volt az érkezése. Szóval jól látható, hogy három tornyot el tudott már hozni az éjstuké, ezzel szemben még csak egyen rendelkezik a Fanatik, és ennek ellenére is, köszönhetően azért a farmolás képességeinek a Fanatiknak, mindösszesen csak egy ezressel tud vezetni az éjstuké csapata, azért két tornyos hátrányban ez nem rossz. Persze, hogy nem rossz. Ugye, Febiben a 18 farmját lassan azért tényleg, hogy is mondjam, hát beváltani nem tudja beváltani semmire, mert az egy-egy párra, továbbra is alul fog maradni valószínűleg mindig Ryze-al szemben. Így egetrengetően nagy különbséget ez nem tesz kettőjük között, és a korakpánc is elkészült most már Ryun, tehát lehet rá gyűjteni a jelzőket. És az a baj, hogy a teleportja a Ryunak és Odamnek elérhető, szóval akár hamarosan egy 4v2-es, 4v1-es vagy 4v3-as szituációt tud kezdeményezni majd az éjstöké csapat a Fnaticekkel szemben. Őrszemet mit takaríthat Vendor, ezzel megint csökken a rálátása majd Recklessnek a pályára, és Forgiven farmja még mindig magabiztos 10-es előnyen rendelkezik Recklessre szemben, ami játék elejétől kezdve megvan, amit azért nem szabad elfelejteni, és ez viszont most már egy Fnatic hírnök lesz. Ugye két hírnök hadnak összesen a játék alatt, egy az éjstökének, egy pedig a Fönnentipnek, ami azt jelenti, hogy azért valahol most már az objektumokra is próbál időt és energiát szentelni a Fönnentip is, mert láttuk már ennek is a problémáját, hogyha elmarad túlságos figyelem ezekről, de megvan. A Hurricannal pedig Junkos már rendelkezik, így ő szeretné ledolgozni azt a hátrányt, amit
Hát sikerült már kialakítani a Spirit Grace-ével szemben. Ami pedig még fontos lehet az az, hogy a kísértett Kamzsa után az első befejezett tárgya Gemsunak, hiszen ez még mindig csak egy fél tárgy, az bizony jégkesztyű, így viszont a sebzés előnye, illetve nem, a sebzése az megvan, előnye az, azt inkább hagyjuk, illetve az ösvényt is gyorsan tudja majd tolni, viszont neki még egyelőre a naptűzköpeny és a bami parazsa várat magára, pedig tudjuk jól, hogy ez a felső ösvényeseknél egy kulcsfontosságú tárgy, ami iszonyatos erő fölény, amikor egyedül van hagyva egy ösvényen, ahogy ezt például Gemsu most élvezheti is. A lopás az pedig tökéletes. És is Spirit megint csak vissza kell lépni, de mi továbbra is azért a farm előnye megvan a két játékosnak egymás között, és Ryu kap most egy szép kis pofont, de persze az végső képesség alatt majdnem teljes egészig vissza tudja majd tölteni, ha van elég minion a környékén. 19 percnél járunk, és sárkánya még nincs a fönnentitnek. Kettes szintű torny az alsó, és ilyen megint csak nincsen a fönnentitnek, ami azt jelenti, hogy a sárkányra is viszonylag jobban tud kirkni az Istuki, de legalábbis jobb rálátással a fönnentikhez képest. Vagy pedig őrszemeket ezt valahogy kompenzálni majd. A torony éppenséggel nem dölt be, de a hírnök erősítésével megáldott játékos, ugye a fönnentiknek kint van a középső ösvény, lehet tolni a minion valamennyire. Forgiven szintén csatlakozik majd Vendőrrel a közés ösvényen, és ott elni ragad be három játékos közé. Tovább, igen, üldözni azért Maokát nem érdemes, eléggé tankos már most is, és mindenképpen készülnek már a tárgyal, és Jankosznak fájnak a homokkatonák. Nagyon. Igen. Eléggé. Durván. Pedig rajta is már ott van a fürgeség cipője, tehát ennek köszönhetően még el is tudott futni a közelükből, viszont nem szabad azt sem elfelejteni, hogy most járunk jelen pillanatban a 20. percnél. Több hírnak az már biztosan nem lesz, Klein-nak, hogy az elszerején. Kifárasztás közben a Jirura is, jó a lámpás szintén. Egy eddig fontos idézőképesség nélkül marad most már a fönnedi a következő másfél-két percben, mert a kifárasztásnak azért mind Jirura, mind Forgimere, vagy esetleg Jankosra is tökéletes lett volna, de most már nincsen. Két darab hurikán szomorú fejeződött be közben az éjstükénél. Ugye egyet már mondtuk, hogy Jankos rendelkezik vele. Hiszen most már Forgiven szintén is jó, az a bizonyos villanás Ryutól még a császári falaszok keresztül is jó, az a halálos ítélet, de nincs rá követés. Spiritnek jó a sebzése, nem hal még senki sem, viszont Vendőrnek kellett villania, és Ryu is villan az ölés ér cserébe, és ezért csak Forgiven villant, és meg sem halt ráadásul. De hát kettő az egy villan, jó, hát meg is tisztult, persze, de viszonylag hamar elérhető lesz majd újra nála. De kettő végül is a kettő idéző képesség, de két különböző ember töljött, hogy Klein-nak jól még a jég az topea, és Gemsunak a párhuzamos valósága tökéletes lehet Ryura, így viszont sajnos nem Ryu kis... Sétál. Visszább lépett. Vagy az. Vagy sétál. Vagy bűbe. Annak köszönhetően, hogy Ryu már az elfedés pecsétjét befejezte, mielőtt villant volna, ugye hamarabb lesz majd elérhető ezen képesség, és a plusz mozgás sebességet is jól ki tudta használni az előző csere során. 21. perc előtt már be tudta fejezni, illetve jól tudta lakatni Jankos a saját lélekfalóját, így a sebzése az mostantól kezdve már szemmel látható lesz. A kérdés csak az, hogy ezt mennyire tudja majd kihasználni, mert tudjuk jó, hogy Kindred azért a játék végső szakaszára érik be majd igazán, abból pedig, hogy egy Rubin kristályt vásárolt meg, vagy számíthatunk egy sterákra, vagy esetleg egy fekete hasító bár, de attól függően, hogy mennyire lesz majd, és milyen hamar lesz majd inkább tankos a Zeku. Ez egy jó kérdés. Viszont lesz sárkány, 5 másodperc múlva a Darcyk, ehhez mit szólsz? Nagyon király. Ugye milyen király? Második sárkány a mérkőzésnek, ugye már. Igen, és ez a második lehet az éjstől kéne, de jelen pillanatban azért pont a sárkány udra nincs rálátás, Vendőrnek pedig nincsen villanása, ne felejtsd el, és így Vendőr meg fog halni, még azért a halálos ítélet kijön Klyra, egy ilyen, hogy is mondjam, aggasztó teleport kijött. Hoppá, Refresh meghalt Jankos által, az probléma. Jankos villan, és így Gemsu nem tudja utolérni valószínűleg, a csere így egy-egyes végül, és azért Refresh megölése sokkal többet ér, mint Vendőr befejezése, egy időzőképesség nélküli támogató játékos megölni, az nem túlságosan nagy procedúra, viszont a sárkány továbbra is él, és odaemni ijesztő teleportja így nem ment ki a semmiért, mert legalább Rekresz meghalt. Igaz, nem ennek köszönhetően, de meghalt. Illetve neki még egy gyógyítása is kiment, tehát mondtad, hogy Vendőrnek nem volt idézői képessége, meghalt, jó, hát kit érdekel. Viszont Reklesznek ki is ment egy, miközben felvíven lehet bajban. És a menekülés még épessége jó, Jankos pedig erre reagált volna valamelyest, de nincs gyilkosság, elmenekül a fönnetik. 1-2 maradt tehát a gyilkosságok aránya, ez hoppá, pedig... ez egy bahona, ho? Lehet bárhonnan sorozni, miért is? Tehát 23. percén ez egy viszonylag korai hívás lehet, de nincsen semmilyen rálátása még a fünetinek. Jön Spirit, neki még azért sebzése van, talált az a bizonyos csemete, kiment igazából még a sebzés rendesen, van kitépés a Forgivennek, lehetetlen elhozni ezt a bárhonnan sort. Az éjszuki ellen, nem igazán egy végzetes hullám az jó, de ennek fejében még azért fejében elhozott a külső torrat a középső ösvényen, de bárhonnan sorra van kiegészülve az éjszuki.
Egyszerűen életetlen, hogy annak köszönhetően, hogy elhozza a Baron Nashort az H2K, csak emiatt tudnak vezetni aranyban a Fnaticekkel szemben. Vendor elkapását láthatjuk egyébként a dzsungel kicsit délebbi részén, Reckless hét pedig kicsit északon. Jankosnak a sebzése mondtuk szemmel látható lesz, az is volt egyébként, le tudta követni a gyilkosságot, hiába használta el a gyógyítását Reckless, a villanása az bent ragadt és így meg is halt közben. Egy sárkány erősítése Fnaticeknál, sovány vigasz úgy gondolom, hogy Baron Nashorral szemben, de legalább megvan. Sovány, de legalább igaz. Mi van? Ez olyan, mint a vigaszág. Még nem mész, azért nem sokára igen. Tudod, egy lampalt. Na mindegy, 24 perc, 1-2 az állás, hogy a Fnatic gyilkosságban vezet, toronyban nem, baromban nem, sárkányban, hát majdnem, de ettől függően az állás, hogy egy-egy a sárkányt is nézve, viszont ez a külső torony, a középső ösmilyen lassan ugye döntésre van ítélve, de a Seraph ölelése elkészült a Ryu-n, ami azt jelenti, hogy Jankosnak menekülnie kell ugye lámpással, meg kell várni, még Ryu érkezik, mert ő most már kemény tökű. Márhogy Ryu. Nagyon erős, igen, Ryu. Ja, a Seraph ölelése miatt, meg a 8, igen, igen. Mert akkor majd tud Seraph ölelni. Jézus úristen. Közben Rilai Kristály botját tudta befejezni felvevő négy a katonák. Nem elég, hogy iszonyatosan gyorsan, iszonyatosan nagyot tépnek, de még folyamatos lassítást is tudnak majd kivitelezni az H2K bármely játékos ellen. Ez azért is lehet nagyon fájó, mert Jankosnak például nincsen még varázs ellenállása, ő pedig ugye valamelyest azért egy lövésznek felel meg, közben a halálsítélet nem túlságosan halálos. Forgivennél viszont már ott van egy átoknyelő, ennek köszönhetően ő egyrészt a mobilitását kihasználva, másrészt pedig azt a kis varázspajzsot még akár fejvensebzést is túlélheti. Így van. Magic! Na, 25 percnél járunk, és körülbelül sem más nem változott azóta, de a Baronnas a power play-e már megvan az H2K-nek, és még egy torony lesz, ebből ez már ugye egy második kettes szintű torony, ami azt jelenti, hogy a középső esvény kettes szintű tornyán kívül nincs semmi külső védelme már toronyba számolva át. A Fnaticnek is ugye ahhoz képest a korai Baronnasor volt, előbb volt egy kisebb fajta előnye az H2K-nek, legalábbis ugye a hívásait, ha visszaemlékszem, hogy mindegyiket ők kezdeményezték, és a Fnaticnek valószínűleg bugos a telefonja, mert sokkal később vették észre, hogy nem fogadott hívásokat, és lassan reagáltak ugye rá egyértelműen. Ennek köszönhetően ugye az H2K most vezet a pálya kontrollban is, nem csak aranyban, és a középső ösvény kettes szintű tornyára jön a válasz, megint Forgiven, jó még ez a bizonyos sebzés a homokatonák által, és ez egy gyógyítás volt, majd pedig ugye lámpásra kellett menekülni. Oda, ami pedig hátulról szeretett volna bemenni torony alá, de már nincs kivel. Oh, a Forgiven, ezek aztán kötött idegszálak. Igazából még ott volt az átok előtt, tudta Forgiven, hogy nincsen bajban. Hogyne, meg ott a mellette még azért Vendor is, hagyjál már békén. Hát Forgiven majdnem belehalt ebbe a hullámba, de persze éppenséggel nem. Mellési nem találja el, viszont 3000 arany különbség magabiztosan megvan az H2K-nek. És 2400-as power play-t játszani Baronnal a 20 percnél, az egy jó dolog. Nagyon jó dolog, hidd el nekem. Oké, igen. Amire pedig még, hát mondjuk úgy, hogy fontos lehet majd a csapatharcok folyamán, az például az, hogy a további tárgyai mik lesznek majd Ryu-nak. Ugye kulcsfontosságú tárgyai a Seraph ölelése, meg a korokpálcája persze, de hogy ezek után mit vásárol, na az már egyértelműen a mérkőzésen múlik. Most például egy plusz titopálca van nála, ebből például lehet egy kis varázstörés is, mert miért is ne. Illetve a leteszhető király kardját Reckless is már elkezdte építeni, így talán van lehetősége lerázni Odamnét, bár nem szabad azt sem elfeledni, hogy Maokai az egyik leglerázhatatlanabb karakter, és ennek köszönhetően a legidegesítőbb is. 26. percnél már 270 farmmal rendelkezik Febiven, ez egy jó teljesítmény. Forgiven viszont majdnem 290-nel, ez pedig baromi jó teljesítmény. Ez csak tipikus Forgiven, de viszont a Rylai kristálykivének választása volt igazán jó döntés Febiventől, mert a homokatonákkal a folyamatos lassítást tudja majd alkalmazni az H2K játékosain, és nem fog annyira hamar meghalni. Ahhoz képest, hogy papír játék, aztán neki kell ez a kis plusz életerő egyértelműen, mert a Rise-ra más választás igazából nincsen, vagy más válasz igazából nincsen. Odamnét kergették egy darabig, de azért ő egy nagy fa. 250 farmos betonfal, mert ő már tényleg betonfalnak készül, ugye a fogyószínnek az alapillérés megvan már nála, és ha az elkészül a naptuszképei mellé, már páncélzata is lesz vígan bőven. Szóval Maokai egy jó kezdeményező képesség lesz már most már az H2K által. Mire pedig az alapján szeretem volna térni az az, hogy jelen pillanatban a Fnaticnak a playmaker az talán nem az, akire sokan számítottak volna, miközben a homok katona elakad a dzsungelben, hiszen Klája az, aki a szituációkat hát eddig kialakított a csapat a számára, abban a két gyilkosságban nem véletlenül van két részvételi aránya, illetve még a gyilkosságokat leszámítva is, többször meg tudta akadályozni a hazatérését számos H2K játékosnak, és hát a zónázási képessége egyetlen egy
Jankos pedig vissza kellett ugorni, és ilyen Ryuko ezben neki épessége volt, végső képességgel is használta, meg volt a mozgási sebesség rendesen, de ettől függetlenül, hogy konkrétan Csere csak Jankoszt érte a Fnatic játékosaitól, de ők azért a bokorban várták a kedves Jankos úriembert, aki most már 1-0-0-ás, és Sterak kihívásával kiegészülve azért olyan könnyen nem fogja adni a lelkét, és sebzés van benne szintén rengeteg, de nézzek Forgiven tárgyait. Ugye Forgivennek az eltakarítása istenesen nehéz lehet majd. Az a Crew meg lett végül Ryunak? De ügyes a srác. Igen, és így igazából tovább lehet büntetni, például Jokai Reckless 15-ös szintű mind a két felső ösvényesünk, és láthatjuk, hogy azért Maokai tud cserélni, ebben a pillanatban pedig már a 16-os szintet is befejlődte, a naptűzköpeny elkészült rajta, így azért a minőnöket passzívan is bünteti, és a varázs sebzése az jelentős lehet még Gemsóval szemben is, szellemarc ide, vagy szellemarc oda. És rajta is készül már ugyan, a naptűzköpeny még nincs. Most pedig úton van, a időtörése vissza fogja tenni majd Gemzót, nem pedig befele a tornyák felé, Spirit lép szintén visszább, az időbonitát már kikerül Jankos, odáig nem szalad el, próbálkozásra mindenképpen jó volt, de idézőképességet nem sikerült kicibálni Echo-ból, így marad minden eddig, ami így is volt. Hú, ez elég furcsa mondat volt, nem? De legalább volt. De volt mondat, igen. Fanatik az baronnosor környékét már egy kicsikét kezdi, mondjuk úgy, hogy felkészíteni egy idézőes baronnosor elhozatalra, hiszen kicsikét ugye a defenzíven is, de megvannak nekik a kihelyezett őrszemek, még a mindent látók is, amire eddig az H2K tette le nagyobb részben a voksát. 15-ös szintű Jankos egyedül vegan el tudja hozni a sárkányt, kérdés, hogy reagál erre a Fnatic, igen, érkezik igen, a dozer. Gemzo, Spirit, Klai, 3-as triumvirátusa jön majd erre, Jankos ki is ugrik, jó, akkor a sárkányt tiétek, vigyétek, jó van, aztán jelent a küzdelem, a halálos ítélet Klai-ra, jó, de egyértelműen ez nem a legjobb kezdeményezés, egyértelműen, akár bárki másobb lett volna. Csak Klai, nem? Még Gemzóból is újítanak idő előtt kiszerelni az időtörést, viszont Forgiven megint horribilis sebzés kap Febiventől, és hogyha ilyen kezdő löketet fog minden egyes küzdelembe adni Febiven a csapatának ugye, hogy Forgiven már instant fillétörbe kezd, az problémás lehet majd az H2K számára. A baromasor él, tény is való, és az H2K-nek már egyszer volt lehetőség elhoznia, egy ember, ha meghal, akkor ebből baronnasor hívás lesz. Bármelyik oldalról szinte merném ezt mondani, de ha kettő, akkor meg aztán bizisten. Viszont a felső ösvény, Ryu, azért mehet nyugodt szívvel Febivennel szemben, mert neki teleportja van, és ugye ezt már a játék elején ki is emelte Darcig is, hogy ez innentől kezdve a játék ezen részében egy előny, hogy valakinek teleportja van, sőt a kettő, meg még inkább, mert a váltott ösvénytalás folyamatosan mehet majd ösvényen. Mi van? Mondja, mit bántasz? Spirit ez ütik, látom, Jankos nagyon durva, és nézd mennyire fut. Klai pedig válaszol szintén, Jankos pedig visszább is lép, aztán lámpás. Teleport. És baronnasor kezd el az H2K már megint csak Forgivennek, ugye van egy kitépése, ne felejtsd el. A sújtás mellett még egy horribilis ezres sebzés szintén lehet, majd jön hátulról majd Gemzó, de mikor fog ideérni ez a kérdés? Spirit pedig jön a végső képességgel késő, elhozza a Kalista, jó, még a vízeres hullám hátul Reckless, de jó, Jankosnak a béke szigete, és Jankos még így él, mosva meg Reckless által, és hátul Klai és Febiven, aki Forgivent nem tudják megölni, meghal Klai és Ryu még visszalép, Gemzó pedig rajta van Echo-val, tény, jó a párhuzamos valóság, de Forgiven mosva meg Reckless által, hiába kettős gyilkosság, az kevés, Gemzó pedig válaszol még Odoamnéra, 1v2-ben, hogy már csak Odoamné van baronnasor, kérdés, hogy rajta marad-e, hogy itt még torony éppenséggel van, hát ez probléma. 4-3-as csere és a baronnasor megvan Odoamnén, nem a legjobb csere, de azért mondhatjuk, hogy még ez is előny lehet az H2K számára. Egyetlen egy baron erősítés szintén jó lehet. Először érkezik ugye a teleport Odoamnétól, így ő tud is érkezni. Valamelyest kitankolni a baronnasort, valamelyest pedig zónázni, hiszen ő azért elég erős tank. Ugye már fölhalmozta a dárdákat, ezért el is tudja hozni az H2K a baronnasort. Jankos a háttérben két ember tud zónázni, ugyan de a végső képesség az ki is megy csak saját magára. Aztán utána a villanásával sem sikerül ezt túlélnie. Febivennek viszont a katonái folyamatosan büntetnek úgy, hogy ő biztonságban van, hiszen a villanásával ezt lehetett is már látni a háttérben. Forgiven befejezi ugyan két ellenfelét is, viszont utána még ott van Reckless, akivel nem számolt, tehát a sebzés hordozók a Fnatictól teljes biztonságban a háttérből tudtak operálni, hiszen Reckless a misztikus lövedékeivel Viga megteheti ezt, felülön a katonák segítségével szintén, viszont az H2K-nek egy kicsikét mondjuk úgy, hogy közelharci kompozíciója van. És amit még nem szabad elfelejteni, a kifárasztás. Tehát a Forgiven a játék, a küzdelem első, hát 4-5 másodperc úgy élte át, hogy semmilyen sebzése nem volt senkire, pedig a potenciális szélpontok a lábai előtt hevertek konkrétan, és hogy ugye Vendrevel égetése van, nem kifárasztása, ő ugyanezt Reckless-en nem tudja megtenni, bár Reckless ugye Jankos próbált vadászni, de teljesen másik helyen volt a küzdelemben, de Forgiven az, aki át kellett élnie azt, hogyha milyen, hogyha van rajta egy kifárasztás, és ugye ezért kicsit sok ideig tart neki a gyilkosságot elhoznia,
de ettől függetlenül a csere éppensége még így is a Fnatic felé hajlik, de a Baranasor még ott van, Odamnén, csak rajta, de még éppenséggel egy percig ki lehet ezt használni valamelyest. 33. percnél járunk, ugye nem szabad elfelejteni, hogy azért az az ugrálási idő, hát átalakítás nem érkezett meg a 6 pontos változtatásokban. Starak elkészült már egyébként Spirit Graves-én is, és beszéltünk arról, hogy kell majd valamiféle páncéltörés Zsenkosznak, hasítóbárt vagy utolsó lehelet, hát az utolsó leheletet vásárolta meg, szeretne biztosra menni és kevesebb időt eltölteni a felesleges alaptámadások felhalmozásával, miközben Gemszó az, aki kezdeményezne, csak hát az 1v4 az annyira azért mégsem bölcs döntés, hiába ő az Echo. Hát, hiába, ő az idő ura. De ettől függetlenül még annyira azért nem vált be, mint szerette volna Gemzó. De az előző küzdelem is láttuk azt, hogy ha a párhuzamos valóságba belelép az éstuki, akkor ott megvan a pecsételve teljes mértékben, mikor nincs is nála ilyen gyűrű. Ettől függetlenül azért passzív tornya megint csak jó arra, hogy lehessen lassítani a Baranasornak az erősítését, ugyanis most fog lejárni, és ez így összességében 1276-os powerplay, ami nem rossz, de abszolút nem is jó, és Rektesz most már azért ezzel a bizonyos farmennyiséggel az elkészült tárgynak köszönhetően folyamatosan tud lassítani, köpködni messzire. Ryu pedig bajban lehet, neki még éppenségi villanása nincsen, de a lámpás jó bendőlte, mert nem az első megmenekítése társának, vagy Jankosznak, vagy Ryunak, teljesen mindegy társnak. Az egy dolog, hogy Ryunak nincs villanása, de igazából majdhogy nem senki másnak sincsen. Csak és kizárólag Klein rendelkezik ezzel a képességgel, és a zónázás után más nem nagyon tudott volna hozzátenni ez az akcióhoz, tehát ez a gyilkosság lekövethetetlen volt. Bár tény, a Saraf ölelése az még ki is ment egyébként Ryutól. Ez a következő harcra valószínűleg szintén elérhetővé fog válni. A felső ösvény egyébként Rekless az, aki takaríthat. És hát a tornyok Feviventől valami tökéletes védelmet biztosítanám. Így van, mindenképpen jól lassítani az Istuki terveit, vagy az egész teljes csapatát mondhatni. A felső és ami Rekless lassan most már végez ugye az ösvény talással, pontosan az ösvény védésével inkább, ugye még a saját felén van. Viszont egy raklapnyi miniont megint csak lehet majd farmolni előbb-utóbb neki. Ugye amíg a külső ösvényen levő minionok nem állnak körülbelül forma formában, addig a középső ösvényen felesleges összegyűlnie és érettségi találkozót tartani a bármelyik csapatnak is. Mert ugye előreadás nem lesz, és ugye Odamné, aki teleporttal rendelkezik, Ryu teleporttal rendelkezik, Ryu bármik a válaszolat Rekressnek, ha tervezi. Ugye ezzel mindenki vissza tudja tolni majd a minionokat, és teleporttal le is tud érkezni majd a következő küzdelemre. Szóval lassan, szépen, de lassan, de biztosan, meg mindenféle módon a Fnaticnek ugye valahogy egy helyre kell majd összpontosítania, mert ő teleport hiányban szenvednek. Pont arra akartam kitérni, hogy Vendor az elmúlt 5 percben már megvásárolta a vezérzászlót, de nem igazán sikerült eddig kihasználni ezt a tárgyat. Most egyébként pont aktiválta. Csak rá kell gondolnod, Darcig. Ennyi. Na hát akkor éjstükény. Az a lényeg, hogy 3000 aranyjal vezetni tud az éjstükény, csak ezt akartam mondani, semmi mást világos. Illetve amire még ki akartam térni, az az, hogy Ryu ugye azért tehette meg, miközben a párhuzamos valóság nem kb. Csak egy kicsikét lassít, hogy teleport érkezik? Hoppá, és Spirit lenne a célpont, neki villanás éppensége van. Odamné pedig megy befele, mint a golyó. Neki éppensége, villanása még nincs, pontosan van, de teleportra jött. Spirit pedig meghal. Jankosznak ugye még a békeszélyre bemehagyja kell a saját társainak, és Vendor milyen élettel éli túl, és Rekressnek a villanása rossz. Nem talál a misztikus lövedék. Lai pedig válaszol, még kiment a békesziget, meghal Fortiver, és Gemzó még él. Ryu pedig válaszol, jó a Runa börtön, de párhuzamos valóságban kizárja Gemzót. De Ryu még így is meghal, teljes ászhoz a Fnatic, és csak Spirit halt meg. Pedig neki volt villanása, de se baj. Így ennek köszönhetően több mint fél percig, sőt, akár 40 másodpercig nincsen senki az istükétől. Ez legalább egy inhibitor. Ezek után mondja bárki azt, hogy a tank Echo az nem menő. Egyes egyedül képes volt 3 embert zónázni, majd abból egy kettős gyilkosságot elhozni, és mindezt még túl is élni. Hát nem mondom, hogy vadállat ez a Gemszú, de az biztos, hogy vadállat ez az Echo. Az első inhibitorra fordulnak, van még nagyjából 20 perc. Fél percig nincsen senki, sőt 25 másodpercig tuti. Ezt a ravaszt meghúzza a Fnatic. Ha van egy lehetőség, mégis lehet megragadni még a Nexusonnak a célpontok, jön a párhuzamos valóság még pajzsnak, pluszban Gemzura. Dől egy, dől majd még egy, és most jön Vendor még csak meg. A Fnaticnek egyszer volt lehetőség a meccsen valamit csinálnia, és befejezze a mérkőzés. 1-0! Wow. Tipikus Fnatic győzelem. Igen. Nem azt mondom, hogy csúnya győzelem, félreértés ne essék, csak hátrányból egy jó hívással tudják elhozni a Nexust, és ez jellemző rájuk egyébként. Egyetlen egy játék végső szakaszában fellépő hiba miatt az elhozott győzelem az a Fnaticra egyértelműen elmondható, hogy gyakran megtörténik, és most is erről volt szó. Nem szabad elfelejteni, hogy még mindig kék oldalon fog maradni az H2K. Az én kérdésem az igazából csak annyi, hogy ebben a B5-ös szériában elkövetnek-e még egyszer egy ilyen csapatharcot az H2K játékosai, hiszen
Hát ez nem volt szép. Akkor jön az ekópárba megint majd a következő tiltási fázisnál valószínűleg. Odaemni is ekózott már, ő sem rossz az ekóval egyértelműen, de Gemzúnak a kezéből szerintem ezt el kell valószínűleg majd venni, mert nagyon sok fejfájást okozott, és Forgiven hiába farmadta szét az agyát, nem tud kibontakozni. Jön veled szem egy tank ekó, és meg vagy lőve. Abszolút, folyamatosan lassít, a párhuzamos valósággal még akár saját magát meg is menekít, és sőt téged kábít is, így. Aztán pedig időtörés és minden kezdhető előről akár. Én úgy gondolom, a Fnatic tényleg egy ellenet szabor lehetőség ezen a meccsen, de az kihasználna teljes mértékben tövig, ameddig csak lehet, ameddig befér, és végig tudod az egész bázist, az, mint a Hódziher, azt tuti volt. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy amit akartunk majd mondani nektek, hogy azért illik tudni, hogy a holnapinak folyamán a Gamer Events-nek köszönhetően, hogy lesz egy mozinézési lehetőség majd a Lurdi moziban, mi is ki fogunk látogatni, így felváltva, de adás is persze fog menni, lesz magyar, és lesz majd angol terem is, szóval mindenki a szeretett nyelvén nézheti majd végig az LCS-nek a döntő mérkőzését, szóval ott találkozunk, mi pedig ezzel a lendülettel át is adjuk a szót az elemzői asztalunknak. Szerusztok, a Fnatic csapata megnyerte az első mérkőzést. BO5-ös szériában beszélünk, úgyhogy ez még sokat nem jelent. Annyit viszont igen, hogy az első lépést őt tették meg a harmadik hely felé. Igen, szerintem egy nagyon szép játékot láthattunk mind a két csapattól. Mind a két csapat az erősségeire játszott, és hát a Fnatic jött ki győztesként a végén. Igen, hát az H2K azért voltak időszakok, amikor dominálhatott a mérkőzés, és jobban forgott a tornyokra, és ezt a Fnatic nagyon lassan reagálta le, tehát az ösvény cserék, vagy akár a rotáció megint csak a Fnatic hátrányát okozta, viszont nem akkora mértékben, hogy elveszítsék a mérkőzést. Mit gondolsz, mennyit fejlődtek ebben a tekintetben? Igen, hát ez a játék egyértelműen nem a solo play-eken és ezeken múlott, hanem a rotation-ökön, a team play-en, és hogy mozgott az egész csapat, mint egy ötös egység. És míg az H2K nagyon nagy előnyt tudott összeszedni early game-be, hát egy 2-3 ezrest és egy baront, ez volt a legnagyobbjuk, de nem tudták elég gyorsan snowballozni a játékot, mielőtt az Azir meg az Ezreal túlságosan erős lett volna, és hát ez lett a végén, hogy az a két champion egyszerűen összecsukta az enemy teamet. Elég, hogyha megnézzük most először a visszajátszást, hogy mit is látunk. Pont erről a rotációról van szó, és az első gyilkosság, amit megfigyelhetünk, egy Shuri-Murit Ryzen alkalmaz Febiben, és itt hiába próbál menekülni Ryu, a végső képesség zseniálisan érkezik Graves-től, és az első gyilkosság megszerzésével a Fnatic egy kicsit tartotta magát, de a torony hátrány, vagy utána a több tornyos hátrány kifizetődött. Igen, hát összességében az H2K kihasználta a botlane előnyüket. Ugye Kalista Trundle egy sokkal-sokkal erősebb lane kombináció, mint a Ezreal és a Trundle. És ugye lane swapolni próbált a Fnatic, de ezt az H2K kitalálta és lane swapolt rájuk. És ebből származott az a hatalmas hátrányuk. Mert ugye Ezreal az a hős, akivel nagyon-nagyon sokat akarsz farmolni early game-ben, meg akarod szerezni a Tear of the Goddess-t, az Iceborne Gauntlet-et, fel akarod stackelni, és erős akarsz lenni mid late game-be. Kalista meg pont az ellentétje vele, early game-be akarod bullizni a topot. És ez... Bocsánat, hogy a szabad válok, egy újabb visszajátszásunk van, ez pedig a Baron Nashor előtti kis csetepati, nagyon okos az H2K csapata, hogy Spiritet minimális életevre leszorítják, hogy esélyese, hogy legyen bejönni, ellopni esetleg a Baron Nashort. A Kalista miatt teljes biztonságban lehetnek, hiszen mind sújtás, mind pedig a kirántás elegendő sebzést okoz. Ennek ennél egy kicsit necces volt az elhozatal. Utána pedig látjuk, hogy ketté szakad a frontvonal, és nagyon szép volt egyébként, ahogy átvonul Odoamne, hogy megvédje Forgivent, lefogja Trundle-t, így nem tud sebzést okozni, ezért maradt életben egyetlen H2K játékos, mert hogyha Maokai-t nem forog át, akkor nagyon hamar le tudják szedni a lövészt, és onnantól kezdve teljes mértékben állsz, és elbukják a baronnasor. Igen, szóval egy toppos tankkal nem feltétlenül arra mész, akit látsz magad előtt legelőször, hanem nagyon sokszor kell nézni globálisan a teamfightot, és ha nem is nyomod el egy képességedet, és csak 4 másodpercig sétálsz valahol máshova, hogy duplerezz valaki másra, ez teljesen normális egy hétköznapi dolog, de nagyon szép volt tőle.
Igen, és most lesz egy újabb visszajátszásunk, igen, amelyen pedig majd a sárkány utáni küzdelem lesz megfigyelhető, amely úgy indult, hogy az H2K csapata elkapja majd Spiritet, innentől kezdve emberelőnyben vannak, viszont itt jön a tank Echo-nak az erőssége, rendkívül mobilis, lassít, és még az életerejét is vissza tudja majd tölteni, itt látjuk a kettős gyilkosságot, és innentől kezdve pedig már az ászt végig tudja vinni a Fnatic csapata, az pedig egy jó hívás, hogy innentől szaladjunk a bázisig, és nyerjük meg a mérkőzést. Igen, ez a Echo-tól ez valami fantasztikus play volt. Szóval a második hőst úgy kapta el, hogy visszafele jövő Q. Szóval ultizott, és az ultiával, amikor visszaért, a Q-ja, ami visszaérkezett, elkapta a másik hőst, és ez valami, én így tátott szájjal így néztem, és így úristen. De most is ugye az a helyzet, mint a Maokai esetében. Ő sem azt figyelte, hogy hol van a csata központja, hanem próbált egy kicsit elemezni, hogy fejben, hogy hol is van értelme a karakterének, és így látta meg a kettős gyilkosságot és a teljes mértékű zónázást, ami pedig Febivennek köszönhető, hogy a sebzést kiosztotta, mert azért lássuk be, egy Echo nem fog teljesen erről leszedni egy karaktert, neki már csak a nullasokat kellett befejezni, de a középső ösvényen a különbség az, hogy rá ez a 10 000 sebzés sem ért el, ezzel szemben 28 000-et az ír, ez csak a hősökre okozott sebzés, az majdnem háromszoros különbség. Igen, szóval azért egy nagyon brutális hős, hogyha őt hagyod late game-be eljutni, akkor ő egyedül le tud hozni egy egész teamfightot, ha jól positionál, ha nem kapja el egy assassin, hogyha nem tudják kiszedni, akkor neki szabadon ütöget mindenkit és szétveri a teamfightot. Ami pedig nekem Odaemné játékában még nagyon tetszett, még Darcig is kitért rá, hogy a kísértett kamzsát megvásárolta magának, utána viszont nem a naptűzköpenyt vásárolta, hanem befejezte magának a spirit visszés vagy szellemarcot, így az ösvény takarító képességét beáldozta az ösvényen maradó képességére, hiszen a szellemarc erősíti a passzív képességet, hogy minden ötödik képesség után visszatölti az életeinek egy adott százalékát, amelyet nagyon jól tudott használni, és utána Echo-t le tudta szorítani valamennyire az ösvényre. Szóval alapvetően a Maokai Echo matchup az úgy zajlik le, hogy az Echo addig azt csinál, amit akar Maokai ellen, az első 6 szintben, amíg meg nem szerzi a Maokai Spirit Visage-et, ugye, és addig azt csinál vele, amit akar. Úgy üti, úgy rómol bárhova, úgy döngeti a tornyot, ahogy csak akarja, de amint megszerzi a Maokai Spirit Visage-et, ugye onnantól kezdve nem tud túl sokat sebezni Echo belé, és amit sebez, azt is visszatölti Maokai. Onnantól meg Maokai a szintér. Így van. Az első mérkőzés tehát a Fnatic oldalára billentette el a mérleget, viszont 3 győzelmig tart a párharc, semmi nincs lefutva. Lássuk a következő mérkőzésen, kinek sikerül felülkerekedni a másikon.